Olasz kantának kell egy ilyen köptetőt adni. Szárazon köhög. Pali, átérünk a mocsáron, csak galocsasz, mindegy, mit mondanak, hogy trappol valaki. Csak kényelmes kentre, majd beugranak. Jó, fogd a kezedbe. Tanuljad. Középre vigyed, lányom, középre, kicsit rövidebb szár, finoman csak. Kontakt meg legyen. Fejük lent szépen. Mocsár után galo. Odafigyeljetek, aki trappol, majd beugrik. Nem gurulunk el. Mondjuk nagyon jó talaj itt végig. Ott az a rész egy kicsit nyíves. Többi ez remek. Középen is odafigyel. Távolságra, mindenre. Jó, ledolgozzuk itt őket. Jó, ez kentréznek. Ja, Ennek az friss. Ülj le, ugrasz be őt szépen. Ennek kell köptetőt kérni olasz kancának. Nem borzasztó köhög. Ja nem? Akkor jó. Jönnek már kikók is. Jó. Fogja a vatot az évének, oda néz. Azt lát, tudom a Marcika. Mennek versenyben, nem fog. Nem, majd fogja. Jó ötlet volt, a Palitól segített, jó? Majd rakunk rá martingált arra meg. Ez az, hagyj menjenek. Még egy kör, anyus, fütyülök, trapp, és megyünk haza. Utolsó kör. Menj a szűrivel, küld előre. És akkor jövünk egy ilyen becsapóst, és ott megyünk haza, terep, tudod? Világjegy bárány lett, már odaadom. Nagyon hál' Istennek, ám már ülhetné bárki. Jó!
Erre, Évike! Itt és itt kimegyünk! Fordulj hirtelen! Tudod merre? Itt ki, balra, stargépen átsétálunk Alamezzo. Hallod? Alsót be kell hozni a hármat és kirakni a négyet. Nem rakunk nyerget rájuk, most már. Király vagy, Sanyika? Hogy? Nem, az a négy megy ki. Tudom, hogy miért. Ha mindent mondok már hajnalba, csak nem úgy történnek. Sanyi, és miért? Megosztod velünk? Vagy azt csak te tudhatod? Tudom, hogy miért.